Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a meghívást, és ugye kaptam én egy feladatot, egy címet az előadásra, az új családformák hatása a jövő generációkra. Ugye én erre a kérdést nem tudok válaszolni, és ez ilyenkor az ember megpróbálja úgy átdefiniálni a témát, hogy talán mégis legyen valamilyen hír azzal kapcsolatban, vagy legyenek valami jelek azzal kapcsolatban, ami a felkérés volt, de mégis maradjon az ember a saját szakmájánál. Az empirikus társadalomkutatás, társadalomtudomány, aminek én is híve és gyakorlója vagyok, ugye az azt csinálja mindig, hogy megpróbálja a nagy komplexet, legyen szó társadalomról, családról, közösségekről, valamilyen perspektívákra bontani, valahogy felbontani analitikusan, mert az egészet egy önmagába nem tudja megfogni. Én ezért ebből a sokszínű, sokszálú szövedékből, amit családnak nevezünk, ki fogom emelni nyilván két lényeges dolgot, meg ami körötte van még, a párkapcsolatokat és a gyermek helyzetét, vagy a gyermekvállalást. Itt se leszek teljes, csak néhány perspektívát próbálnék felmutatni, és egy picikét két, így lesz három nagyobb témám, és két pici téma, ami zárójelben van, egy fóliát az apaságról is bemutatnék, erről kevesebb szó esik, de elég ez is fontos, ezt tudjuk sok mindenből, a saját tapasztalatunk kívül is, illetve az időskorról. Mindegyikről lehetne egy külön előadást tartani, az apaság metamorfózisáról, hogy milyenek voltak nagyapáink, apáink, és mi milyen apák, kényszerülünk lenni, tudunk lenni, milyen volt idősnek lenni nagyapáink idejébe, és milyen idősnek lenni ma, hogyan foglalkozik ezzel a társadalom. Ez is egy önmagában megérne egy misét, vagy megérne egy előadást. Három népszámlálás adatait, 20 év távlatát látjuk. Viszonylag rövid időről van szó az életet tekintve, mert 20 év az nem olyan hosszú, és mégis, hogyha megnézik, hogy a felnőtt népességnek a megoszlása milyen, itt látunk 100%-at, hogyan alakul a nőtlenek hajadonoknak az aránya 20%-ról 32%-ra növekszik. Úgy is mondhatnám, hogy másfélszeresére megnövekedett a nőtlenek hajadonok aránya, 61%-ról 44%-ra csökken a házasoknak az aránya, egy harmadával csökkent a házasok aránya, az özvegyek aránya megmaradt, és az elváltak aránya 7,4-ről 11%-ra növekedett, tehát az elvált státuszúaknak a nagysága több mint egy tizedét adja ki a mai magyar felnőtt társadalomnak, akkor látjuk, hogy milyen erőteljes tendenciák vannak, és demográfusoknak, szociológusoknak, aminek én vallom magam, hogy az a feladata, hogy megpróbálja megérteni, hogy mi áll emögött a tendenciák mögött, hogy lássuk azt, hogy miért vagyunk mi emberek felelősek, persze mindenért mi emberek vagyunk felelősek, de hogyha nagy-nagy történelmi változások vannak, akkor az egyes ember mégis nagyon keveset tehet, és látnunk kell a korlátainkat, vagy érdemes felismerni a korlátainkat is. Én inkább korlátokról fogok beszélni, de azért néhány esetben egy-egy lehetőséget is megragadok. Hogy mi ezek a tendenciák, és hogy áll ez össze valami egészé, megint két ábrával hagy érzékeltessem. A sötét bordó, piros, barna, ez barna eredetileg 1990-ben, majd pedig 2011-ben a nagyság, ennek a területnek a nagyság az egyedül élőket mutatja. Azok, akiknek nincsen partnere. Egyedül élés jelen esetben nem a szinglikről van szó, egyedül vannak, nincsen partnerük. Ugye ők lehetnek elváltak, lehetnek hajadonok, lehetnek özvegyek is, de nem minden elvált és nem minden hajadon él együtt. Ezek, akik nem házasságban élnek, mert itt vannak a házasságban élők, és itt megint azt látjuk, ugye emlékezzünk, azt mondtam, hogy körülbelül harmadával csökkent a házasságban élőknek az aránya. Ez körülbelül ennek a négyzet, vagy ennek az alakzatnak a területe, tehát egyharmaddal csökken. A csökkenésnek egy része abból adódik,
hogy növekedett az egyedül állóknak, az egyedül élőknek, a pár nélkül élőknek a részaránya. A másik része pedig itt ebbe a, ennek a barna sávnak a megvastagodásából, a meghízásából, az élettársi kapcsolatban élőknek a meghízásából adódik. 20 év alatt történeti mértékben egy nagyon-nagyon rövid idő, nagyon sokat változtak a párkapcsolatok, és ez persze a saját tapasztalatainkból, vagy ha nem is a saját, de a gyerekeink tapasztalatából tudjuk, hogy bizony másképpen kezdődik a párkapcsolat, másképpen kezdődnek a párkapcsolati karrierek, az, hogy hogyan kezdünk el. Nem biztos, és ez lenne rögtön a megállap, nem biztos, hogy a szeretet vagy a szerelem más lett, de más formában és másképpen alakulnak az életútban is, és így másfajta társadalmi összességet adnak ki. Közismert tényekről beszélek, mégis talán érdemes meg is, egyedüllétről beszéltem, még fogok beszélni a válások kapcsán. Itt pedig azt látjuk, hogy hogyan kezdődnek a párkapcsolatok, hogyan kezdődnek a párkapcsolati karrierek. 1990-ben az első párkapcsolatoknak 60%-a, tehát 3/5 házasság volt. 2010 és 2013-ban 10%-a házasság. Gyakorlatilag olyan, most nagyon fogok kipoentírozom, hogy rögtön megházasodunk, és attól lesz család, olyan nincsen. Első lépésként 9/10 esetében elkezdődik egy párkapcsolat, és majd később mutatom, ezeknek egy jelentős része aztán házassággá válik. És Andorka tanár úrra szoktam hivatkozni, meg más kollégákra, akik azt mondták, hogy persze ilyenkor elszörnyűködünk, mert ugye az élettársi kapcsolathoz sokkal más sabb értékeink kapcsolódnak, mégis azért ne feledjük, hogy lehet rosszul élni házasságban is, és lehet jól élni élettársi kapcsolatban is. Ez általában nem így van, de azért oda kell figyelnünk, hogy nem csak a formáról kell beszélnünk, hanem a tartalomról, és nem biztos mindig, hogy a házasság tartalmába tartósabb lesz, jobb körülményeket biztosít a gyermekek számára, mint az élettársi kapcsolat. Azért mondtam, hogy nem biztos, mert a szociológia mégis azt mondja ki, és azért ebbe állapodjunk meg, hogy a házasság tartósabb, és általában a házasságban felnövekedő, tartós házasságban felnövekedő gyermekekre, és itt vagyok a jövő generációnál, kevesebb deviáns viselkedés, kevesebb olyan probléma jut, amit aztán majd a gyerekeink nem fognak tudni megoldani. De én azért fordítanék is egyet, és azt is állítanám, hogy valójában a tartósság, a tartalmasság és a monogámia a lényeges eleme egy párkapcsolati biztonságnak, ami a gyerekek szempontjából is fontos, ami a partnerek szempontjából is fontos, a kiszámíthatóság, az egymásra való számításnak a lehetősége, és talán ma már a forma az kevésbé fontos. Más értelmezésben azt szoktam mondani, ugye az én generációm, nem az én generációm, hanem tőlem 20 évvel ezelőtt kezdődött el a párkapcsolatoknak, a élettársi kapcsolatoknak a terjedése, de a én generációm, akik a 80-as évek végén és a 90-es évek elején alapítják párkapcsolatukat, ott a döntés, az értékválasztás az volt, hogy én élettársi kapcsolatban élek. Mert az volt a megszokás, ugye az volt a megszokás, az volt a standard, az volt az elvárt, hogy az ember házasságba kezdi az életét. Ma a standard az, hogy élettársi kapcsolatot kezdjük, és az értékválasztás az, hogy házasság. Tehát 20 évvel ezelőtt az érték, a tartalmával természetesen eltérő érték, ahhoz kapcsolódott, hogy én nem házas leszek, hanem először élettársi kapcsolatba élek, próbaházasságba, vadházasságba, nem házasságot meg alternatívájába élek, jelenleg pedig az a választás és az a döntés, hogy nem én nem élettársi kapcsolatba kezdem, hanem én megházasodom, mert és ebből a perspektívából lehet, hogy furcsán hangzik, a házasság kötésnek ma sokkal nagyobb jelentősége van, sokkal több értéktartamot hordoz, mint 30 évvel ezelőtt, amikor az volt az elvárás, hogy a társadalomban másképpen fiú és lány, férfi és nő nem is élhet egymással.
Még egy picit a házasságnál és a házasság népszerűség vesztésénél maradva, ugye van egy olyan sok-sok indikátorunk van a demográfiában, vannak ilyenek, hogy teljes termékenységi arányszám, átlagosan hány gyermek születik, teljes házasságkötési arányszám, ami azt mutatja meg, hogy mi az esélye, hogy életem folyamán megházasodok. Ennek az esélye 1990-ben 0,86 volt, tehát majdnem biztosra mehettem, hogy életem folyamán megházasodok. 2014-ben ez az arányszám 0,54-0,55 körül van. Magyarán nagyon nagy az esélye a mai fiataloknak, hogy nem fognak életükbe megházasodni. Azért, mert ahogy mondtam, az első párkapcsolat döntően élettársi kapcsolat, és ugyan nagyon sok esetben azért lépünk be egy próbaházasságba, hogy majd abból házasság legyen. Nyilván ugyanúgy, ahogy párkapcsolatok megbicsaklanak, az élettársi kapcsolatok még inkább és gyakrabban bicsaklanak meg. Ezért nem fognak megházasodni. Jól lehet majdnem mindenki, minden fiatal ma is, és ilyen értelemben nincs értékváltás, majdnem minden fiatal hosszú távú, stabil párkapcsolatra, élethossziglani párkapcsolatra vágyik. Az már egy más kérdés, hogy a mai világ olyan, a mai értékek esetleg olyanok, amikor ezt a programot, projektet sokkal nehezebb megvalósítani, vagy morális okokból, vagy pedig amiatt, mert a társadalom ma sokkal zaklatottabb körülöttünkbe, mint amilyen 20-30-40 évvel ezelőtt volt. Itt itt a végén látszódik valami nagyon érdekes dolog, hogy a házasságok kötés hajlandóságának a növekedése, tehát az elmúlt 4-5 évben van egy perspektíva javulás, ez egyelőre még nem nagyon erőteljes, mindenképpen meglepő, mert a történelemben nagyon ritkán szoktak visszafordulni a nagy társadalmi folyamatok. Egy része ennek abból következik, hogy egy ábrát átugrottam, hogy volt egy halasztási időszak. Ugye régen 25 éves korban már azt mondták nekem is, hogy milyen öreg vagy, fiam, nagymamám mondta, hogy nem fog soha megházasodni, már nincs senki a placon, akit ugye megtalálhatnál magadnak. Hát ma a plac azért legalább 30 évesnek kell lenni egy rendes férfiúnak ahhoz, hogy elég anyagi erővel rendelkezzen, hogy olyannak nézzen ki, akit érdemes választani. És abból, hogy ez a halasztás következik, ebből ezek az indikátorok, amiket én itt mutogatok, ezek lemennek, hogyha megáll a halasztás, és ez most megállt, akkor ennek automatikusan egy picikét növekedni kéne. De nagy valószínűséggel merem becsülni azt, hogy tényleg maximum a kétharmada fog a jelenlegi fiataloknak megházasodni. Ez nem jelenti azt, hogy a kétharmadának lesz jó párkapcsolata, mert ugye a házasságról is tudjuk, hogy nagy esélye van, hogy elválnak az emberek, és még egyszer lehetnek jó élettársi kapcsolatok is. Megyek gyorsan tovább, itt csak azt mutatom, itt a piros Magyarország, hogy más országokban is van, ahol kisebb, van, ahol nagyobb, nem vagyunk egyedül, tehát nem magyar átokról van szó, de ez azt is jelenti, sajnos vagy szerencsére, hogy bármit csinál a kormányzat, nem fog átütő eredményt elérni. Abból a szempontból, hogy hányan házasodnak meg. De szerintem nem is abból kell elérni eredményt, hanem abból kell eredményt elérni, hogy a párkapcsolatok olyanok legyenek, amilyeneket kívánunk magunknak, hogy a párkapcsolati problémákat meg lehessen oldani, hogy a párkapcsolati tartósága az megmaradjon, és hogy a párkapcsolatok, és ez megint egy picit a jövő felé mutat, ne korlátozzák az egyéneket, és még kevésbé korlátozzák a gyerekeket, akik ugye nem tehetnek, hogy jó vagy rossz párkapcsolatba nőnek fel, mert ők semmiféleképpen nem okai a párkapcsolatok elromlásának vagy javulásának. Itt van az az ábra, amelyik azt mutatja meg, hogyan alakulnak át élettársi kapcsolatok. Ezek a sötét színek mutatják, hogy 80-as évek végén az első élettársi kapcsolatok 70%-ából házasság lett 5 éven belül. Ez
2002-ben 20 évvel később egy 50% körüli arányt jelent. Tehát növekszik a tartós élettársi kapcsolatoknak, és csökken a házasságba való átfordulásnak az aránya. Ugyanakkor itt látszik egy stagnálás, vagy egy megállapodás, ami azt jelenti, bizonyos szempontból jó ír a házasság szempontjából, hogy mégis egy jelentős része, talán azt is mondhatjuk, a többsége a fiataloknak az első párkapcsolatból első házasságba lép át. Tehát ilyen értelemben a kérdés csak az, hogy mikor házasodnak meg. Egy példát, ezer ilyen példát, egy feleségemnek a kolléganője, ők nem éltek, 8 éven keresztül nem éltek házasságba, és féltek, mert a szüleik elváltak mind a ketten, hogyha a házasságkötés az, akkor majd ők elfognak, akkor ők is az elválók padjára kerülnek, és aztán jött a gyerek, akkor mindenféle papírokat kellett már kitölteni, az én gyerekem, ki gyereke, mondta, nem tudom, férfi, tudom, hogy házasodjunk már inkább össze, akkor kevesebb gondunk van vele. Na most ezt lehet jónak, rossznak mondani, ez egy 15 éve tartó párkapcsolat, akik szeretetbe, boldogságba nevelik a gyermekeiket, érdemes róla elgondolkozni. Három dologról, három párkapcsolati formuláról beszéltem, ugye a házasságról, élettársi kapcsolatról és az egyedül létről, és van egy újabb formula, ugye, amit mi latnak vagy látogató párkapcsolatnak nevezünk, ez a együtt is vagyunk, nem is vagyunk együtt. Nyilván a együttjárás időszaka is részben ide tartozik, mert ugye először nem rögtön, amikor megszeretjük egymást, nem rögtön költözünk össze, tehát van egy ismerkedési időszak. Ugyanakkor vannak nem kevesen olyanok, akik ezt egy tartós állapotnak gondolják, tartósan együtt is vagyunk, meg külön is vagyunk, és ezeknek a részaránya látható itt a különböző korcsoportokban. Nem egy nagy arányról van szó, de Magyarországon is megjelentek ezek a látogató kapcsolatok, amelynek egy része kényszerű okból adódóan látogató, mert nincs lakás, ahol össze tudnak költözni. A szülőkhöz meg nem költözünk oda, amit én részben értek. Tehát ott megvan a rendje a dolgoknak, nagyon nehéz elkezdeni a szülőkkel a az együttélést, mert ugye pont azokban az időszakban, amikor az új modus vivendiket ki kéne alakítani a partnereknek, akkor még arra is kéne figyelni, hogy az após, anyós, anyukád, apukád az akkor hogyan működik. Na most ez persze, ilyenkor szokták mondani, hogy régen bezzeg jobban odafigyeltek. Ugye régen az apa volt a háznak a ura, és akkor megmondta, melle van az előre, és akkor ahhoz kellett igazodni. Jelenleg más világban élünk, és emiatt nagyon nehéz az a történet, amikor három generáció él együtt, vagy esetleg többen. És még egyszer nem csak azért, mert rosszabbak vagyunk mi modern emberek, hanem mert individuálisabbak vagyunk, hanem mert megadatott nekünk, hogy tanulhatunk, megadatott, hogy saját magunk gondolkozhassunk, és nem arról van szó, hogy otthon mindenképpen pulykákat kell őrizni, vagy azt kell csinálni, amit ugye a nagymama vagy a nagyapa kijelöl számunkra a baromfi udvaron. A második témám a termékenység. Kék mezben a nyugatiak fociznak, piros mezben a keleti országok, vagy a posztkommunista országok játszanak. Itt a teljes termékenységi arányszámról van szó, ami az átlagos gyerekszám. Ennek kettőnek kéne lenni ahhoz, hogy a népesség, hogy a család mikroszinten és a népesség makroszinten reprodukáljon. Ez Magyarországon és a volt szocialista országok döntő többségében 1997-98-tól 1,3 körül van. Hát nincsen meg a reprodukció. Ennek egy része érthető, hogy miért nincsen, mert van egy nagy átmenet, mindjárt mutatom az átmenet jellemzőit. Egy más része meg azért nem, mert az átmenet következtében végül is máshova érkezünk, mint ahova indultunk. Hova indultunk? Ez az 1990-ben azt mutatja, hogy
Átlagosan az átlag gyermekvállaló az 25 éves volt 1990-ben, mindegy, hogy első, második, vagy harmadik gyerekről van szó. Az első gyerek az olyan 24-25 év körül van. 2013-ban 31 éves. Tehát honnan, hova megyünk? Egy korai gyermekvállalási mintáról áttérünk egy késői gyermekvállalási mintára. A késő ugye hát nem olyan késő, de azért mégis később van. Ennek az oka az, hogy sokkal többen tanulnak, nem mutatom az ábrákat, hogy nehezebb elkezdeni a valós életünket, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy van egy nagyszerű állásunk a Vodafone-nál, és akkor éjjel-nappal ugye ott vagyunk, és nem jut idő a szeretkezésre se. Tehát, hogy ez egy nagyon sok olyan történet van, aminek következtében később, még na majd jövőre, majd a következőben, még hadd legyek én az osztályvezető, vagy éppen kirúgtak, hadd találjak újra munkát. Tehát nagyon bizonytalanná vált a munkaerőpiac, vagy másképpen, hogyha nő vagyok, és nem vagyok nő, férfi vagyok, tehát hogyha nő vagyok, akkor ugye, hogyha már 20 évet tanultam, hát akkor már csak néhány évet szeretnék dolgozni, mielőtt még gyermekem születik. Legalább két oka van. Egyrészt nem azért tanultam, hogy ne dolgozzam, ez a tartalmi ok. Az anyagi ok meg ugye, hogyha mégis van egy rendes fizetésem, mégis egy rendes gyedet fogok kapni. Tehát hülye lennék néhány évet nem dolgozni. És ha 24 éves kor befejezzük, de a néhány év, mondjuk 4-5 év, akkor rögtön ott vagyunk a 30 éves kor környékén, és ugye itt látszik ez a történet. Na most a probléma ugye, és akkor elvileg kezdhetnénk azt a projektet, amit mások 20 éves korban, vagy 22 éves korban kezdtek, ugye az én osztálytársaim, mindenki 20-22 éves korban már meggyerekesedett a lányok körül. Mondom, 25-26 évesen nekem a nagymamám teljesen kétségbe volt esve, hogy mi történik majd velem. Na most ez eltolódik. De nem csak a felső végzetteknél tolódik el, hanem a középvégzettségűeknél is, akik aztán, ez azt jelenti, hogy akik 21-22 éves korukban befejezik az iskolát, hogy már 10 évet gyermektelenül élnek. Lehet, hogy van egy partnerük, és itt kezdődnek a problémák, nem a partnerrel, hanem azzal, hogyha túl sokáig élünk a partnerral, és nem születik meg a gyermek, akkor nagy esélye van annak, hogy felbomlik az a párkapcsolat, mert megunjuk egymást, meg nem olyan jól működik mégsem, meg ki kéne mást is próbálni. És itt érkezik el az, hogy akkor bomlik fel a párkapcsolat, amikor már itt lenne az ideje annak, hogy születik a gyerek, és ugye akkor már megint miről van szó, megint összeszűkült a házassági piac, a jó, hogy mondjam, a kevesebb férfi és kevesebb nő közül választhatók, igényesebb is lettem, mert ami nem volt a következőben, még az se legyen, még nagyobbak az igényeim, és ezek a lépések ahhoz vezetnek, hogy bizony nagyon sokszor a tervezett gyerekek nem születnek meg. A másik rész, hogyha később kezdjük, akkor kevesebb idő marad. Ugye, hogyha 30 évesen kezdjük, akkor 40 évig 10 év van, hogyha 20 évesen kezdjük, akkor 20 év van az esélye, ugye a demográfia ezt úgy mondja, hogy a kockázati periódus, mondhatnánk is, az esélyperiódus az lecsökken. Sőt, még jobban lecsökken, mert ugye a biológusok, akik vannak, még engem kiigazíthatnak, de a francia vizsgálatok szerint 35 év után kezd el csökkenni a nőknek a termőképessége. Nem durván, de 40 éves korig azért elég szépen, és 40 éves után elég radikálisan. Tehát magyarán nem is 10 évünk van, illetve nem nekem, hanem a nőknek, hanem van egy 5-6 év, amikor a mindennek pikpaknak kellene lenni, lakásnak kéne ott lenni, rendes férfiúnak kéne a környezetünkbe lenni, éppen mindennek megfelelőnek kellene lenni,
ahhoz, hogy azt a családprojektet, vagy családtervet, amit be én elgondolkoztam, azt meg tudjuk valósítani. Hát ez pedig nem mindig megy, mert ugye az idő az sokszor összeszorítja a lehetőségeket. Próbáltam most az egyén oldaláról megvilágítani azt, amire most még egyéb sok-sok ábrám lenne, hogy milyenek a szorítások a munkaerőpiacon, hogy milyen értékváltozások vannak, hogy mik azok, amik kikényszerítik azt, hogy később kezdjek el gondolkozni abba, hogy családom van, de mindezek együttesen egy eltolásra, egy későbbi kezdésre és egy tervek be nem váltásához vezetnek. Nem igaz az, hogy ez szükségszerű. A franciák is 30 évesen kezdik, őnekik 2,2-re sikerül kihozni ezt az átlagot. Ugye az átlag persze úgy van, hogy van, akinek nem lesz gyereke, van, akinek 3 vagy 4 gyermeke lesz. Tehát nem lehetetlen, ugyanakkor ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz sok-sok tényezőnek az értékek, a társadalompolitika és az egyéb területeken össze kellene jönni ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. A 90-es években ez a generáció, 21-től 30 éves az, akik a kockázati periódusban vagy az esélyperiódusban vannak, és ahogy látjuk, ezek a nőknek a döntő többsége házasságban él. Ennyien élnek élettársakban, és ennyien vannak egyedül. 2011-ben a 25-től 35 évesek vannak egy 10 éves periódusban. Ugye náluk már a biológia egy picikét rosszabbul működik, még nem rossz teljesen, de egy picikét korlátozottabb. És hogyha megnézik, itt sokkal kevesebben vannak házasságban és élettársi kapcsolatban, többen vannak, de sokkal többen vannak egyedül. Most az egyedül levésben gyermeket vállalni, az nem egy, hogy mondjam, nem egy jó program, vagy nem egy vonzó program, mert ugye az mégis két embernek a életének a megpecsétlését jelenti, két ember közös ügye. Tehát nyilvánvalóan amennyivel itt nőtt az egyedül élőknek a száma, annyival kisebb az esélye. Másrészt, és ezt a statisztikai adatokkal is lehet bizonyítani, hogy ugyan vállalunk élettársi kapcsolatban a gyermeket, mégis házasságban többet vállalunk, mert a házasság különösen a nők esetében egy nagyobb biztonsági funkcióval vagy biztonsági erővel rendelkezik. Tehát magyarán ezért itt látszik, hogy milyen párkapcsolati feltétele van, és ezért beszélek sokat a párkapcsolatról, mert én azt gondolom, az a kulcstényező bizonyos szempont az egész termékenységhez, hogy létre tudnak-e jönni, és meg tudnak-e maradni, és tartalommal telítődnek-e azok a párkapcsolatok, amelyek megszületnek, vagy pedig egyik párkapcsolatról vándorlunk a másik párkapcsolatra, vagy azért, mert keressük az igazit, vagy mert soha se kerestük az igazit, hanem csak a párkapcsolatokat keressük. A gyerekeknek ma már, nem tudom, hogy pontosan a fele, de durván a fele élettársi kapcsolatban, vagy nem, illetve másképp mondom, nem házasságba születik. Az összes gyereknek 10%-a, az azt jelenti, hogy 9500 gyerek, egyszülős családba születik be, tehát megfogan a gyermek, de amikor világra jön, akkor nincs apa, aki ott élne velük. 96%-ban az anyával él, van néhány eset, amikor az apával vagy a nagymamával. Ez egy 10%, de a maradék 90%-ból egy 40% az élettársi kapcsolatba születik. Ez az, amire Andorka Rudolffal, mikor sokat beszélt, mondtuk, hogy hát ha jól csinálják, akkor ezek is lehetnek, ezt miért ne tekintsük őket is rendes családnak. És az 50% körül van, aki házasságba születik. Ez azt, nem jelenti azt, hogy ennyien nőnek fel élettársi kapcsolatban, mert ahogy mondtam, sokan megházasodnak közben, meg van, aki el is válik. Sokkal többen élnek tartós párkapcsolatban, ezzel kapcsolatban mindjárt lesz majd egy ábrám a vége felé, de azért mégis látszódik az, hogy mennyivel színesebb lett a világ. Egy magyar átokra azért felhívom a figyelmet. Ugye a magyar átok az abból adódik, ha már termékenységről beszélünk, hogy a ratkó unokák nemzedéke, a nők, azok most 41 évesek. A legnagyobb ratkó generáció,
az 1975-ben születettek. Ezek, őnekik a gyermekszáma a becsléseim szerint 1,6-nál nem lesz több. Körükbe a gyermektelenség másfélszer, kétszer annyi lesz, mint a 65-ben születettek körébe. Ők a 75-ben születettek, ugye ők voltak 15 évesek a rendszerváltozáskor, ők azok, akik körébe elkezdődik az iskolai expanzió, őket, hogy mondjam, üti meg leginkább, vagy érinti meg, más rosszul mondtam, és ezt tényleg rosszul mondtam, a rendszerváltozás szelleme, mert mindig a rendszerváltozásra csak rosszat szoktunk mondani. Nagyon sok jó dolog történik, lehetőségeket kapnak, tanulhatnak sokan, világot láthatnak sokan, tehát nagyon-nagyon sok pozitív dolog is történik, de nagyon sok negatív dolog a szülők munkanélkülisége, és így tovább. Na most, tehát ők jelenleg 41 évesek, és ők már a tervezett projektjüket nem fogják tudni megvalósítani. Ezt elég biztosra merem mondani, hogy nem fogják azt az átlag két gyermeket elérni, amit a 65-ben születettek elértek. A 65-ben születetteknél a befejezett termékenységi arányszám az a kettőt felül fogja múlni. A 75-ben születetteknél egész biztosan nem fogja, 1,6 körül lesz. Több lesz, nagyon sok, jóval kétszeresére fog megnőni a gyermekteleneknek az aránya. Részben azért, mert ezt, amit itt elmondtam, ezt ők tapasztalják meg először. Nekik van a legkevesebb skilljük, legkevesebb gyakorlatuk ahhoz, hogy ezeken a problémákon túllépjenek. Hát igen, ezt csak a német csapda, ugye őnáluk, és nem csak Németországban, Svájcban, Ausztriában legmagasabb a gyermektelenség, és a 75-ös generáció, a 75-ös évjárat a Ratko unokák. Most amiért probléma, az az, hogy ők sokan vannak. Ugye 100, ha jól emlékszem, 180 ezer körül van a 75-ös évjárat, a 90-es évjárat 125 ezer, a 99-es évjárat 95 ezer. Na most, hogyha a 1975-ben születetteknek, nőknek, vagy reprodukálnák magukat, és két gyerekük lenne, akkor rá 40 év, 30 évre újra két gyerek lenne. De hogyha 95 ezeres fogja reprodukálni magát, akkor csak 95 ezer gyerek fog születni. Tehát magyarán, ami magyar átok, az az, hogy a Ratko unokák kimentek már, gyakorlatilag, elméletileg nem, de gyakorlatilag kikerültek abból a kockázati periódusból, amikor gyermekük születhet, és ezért nagyon nagy a valószínűsége, hogy 10-15-20 év múlva 65 ezer gyermek fog születni, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon neki durálják a fiatalok magukat, mert átlagban 3 gyerek nincs olyan társadalom az afrikai társadalmakon kívül, ahol az kijönne, mert hogy van, akinek nem jön össze, nem lehet, van, akiknek egy lesz, van, akinek kettő lesz. Tehát ilyen értelemben az a történelmi lehetőség, hogy volt egy nagy generáció, és azok, hogyha reprodukálták volna magukat, akkor bizony messze nem 93-94 ezres nagyságokat kellett volna produkálnunk. Ugye azt mondtam, hogy egy mondatot az apákról is fogok mondani. Apák és a szülőkről is. Általában, amikor gyermekvállalási problémákról beszélünk, ugye akkor a nőknek a helyzetét a munkaerőpiacon elvesztik, gyes, és így tovább. Ezekkel szoktuk foglalkozni. Ebben nem mennék be, ezek viszonylag jól ismertek. Ugye a férfiaknak a problémája az kevésbé ismert. Azt is mondhatnám, hogy a férfiak lába alól bizonyos szempontból jobban kihúzódott a családtalaja, mint a nők lába alól. Egyrészt, mert ugye a férfiasságnak a miben léte évszázadokon, tizedeken keresztül ugye a kenyérkereső férfiban nyilvánult meg. Őneki kell a biztonságot adni, az anyagi helyzetet megteremteni, és így tovább. Az elmúlt időszakban felvetődött nem egyszer, hogy hát nem csak pénzzel, anyagiakkal kell a családot biztosítani, hanem odafigyeléssel, öleléssel,
gyerek megölelésével, esetleg pelenkázással, orvoshoz elvinni a gyerekeket, tehát beszállni a mindennapokba is. És ezt nevezhetjük egyfajta a családcentrikus férfi ideál. Tehát ahogy látszik, ez a középbarna mutatja, ahogy a népesség szerint 2009-ben és 2013-ban hányan gondolják azt, hogy a férfinak alapvetően családcentrikusnak kell lenni. Hogyha választani kell a több magasabb kereset és a családdal eltöltött idő között, akkor a családdal eltöltött időt kéne választani, mondja durván 25%. Egy 30% a sötét piros azt mondja, hogy nem, mindig a pénzkeresetet kell először választani. Ezek különben viszonylag tiszta alternatíváknak nevezem. A nehezebb történet, ugye a lányomnak azt szoktam mondani, hogy apák tűzvonalba, amikor elvárjuk azt is az apáktól, hogy sokat keressen, meg hogy folyamatosan pelenkát cseréljen, orvoshoz vigye a gyerekeket, amit ugyanúgy persze elválunk az anyáktól is, de nem csak az anyákkal szemben van kettős elvárás, ugye a kettős teher a első műszak után a második műszak, hanem egy részét tekintve az apákkal szemben is kettős elvárás fogalmazódik meg, ami szerintem jó, mert azt gondolom különben, hogy egy másik olyan korlátja a gyermekvállásnak az az, hogy ugye a nőre van bízva, vagy akkor old meg a gyereket otthon, és azt gondolom, hogy abban a világban, mert mi élünk, amikor nagyon kevesen engedhetik meg, azért is, mert sokat tanultak, meg azért is, mert anyagiak szempontjából nem engedhető meg, hogy egy kereső családban gondolkodjanak. Ha két kereső családban, akkor bizony mind a két műszakot kell valahogy elosztani egymás között, és ez nem megy úgy csak, hogy az egyik az egyiket csinálja, másik a másikat csinálja, bár a közgazdaságtannak egy irányzata erről sokat beszél. Tehát ami nehéz, hogy az apákkal szemben se tiszták az elvárások. Mi azt gondolom megint, hogy itt egy párkapcsolati életút mentén ezt folyamatosan egyeztetni kellene egymással, néha racionálisan, néha nem, hogy lássuk azt, hogy hát hogyan is tudjuk azokat a mindennapi problémákat megoldani, és ilyen értelemben nem nagyon nyúlhatunk vissza tradicionális szerepekhez, és így tovább. A válásokról nagyon röviden, nagyon sok a válás, nem csökken, nem fogok erről sokat beszélni. Egy dologról beszélek, a válások esetében, illetve két dologról. Az egyik az, hogy egy érdekes változás van a válások területén, az, hogy megnövekedett olyan házasságok felbomlása, amelyik 20 évig is eltart. És nem özvegyüléssel, hanem válással bomlanak fel. A válásoknak 1980-ban 13%-a volt olyan, ahol 20 év után bomlottak fel, 2010-ben 27% 20 év után bomlik fel. Tehát egy teljesen új, és ilyen értem ez az idősödésihez tartozik, ugye ezt a demográfia azt mondja, hogy ez részben annak a következménye, hogy megnövekedett a várható élettartam, és 20 év után is még 15 év van előttem. Ugye megint van egy nagy életünk fordulópontjai, a gyerekek kilépnek. Az egy nagyon nehéz helyzet, ugye elmennek a gyermekek a családból, és akkor valamit kéne kezdeni az életünkkel. Na most itt nagyon sok esetben ez együtt jár, részben azért, mert válságban, részben azért, mert nem olyan jó a párkapcsolat, részben azért, mert mással kezdtünk foglalkozni, és a párkapcsolattal kevesebbet, hogy akkor bomlik fel a házasság, és indulnak új utakra még az érintettek. Ugye ezt szoktuk mondani, nem megyek bele, hogy a válás az általában nem azért szokott bekövetkezni, mert megbeszéljük, hogy nem jó ez a házasság, váljunk el, hanem mert van egy harmadik. Tehát valaki mindenképpen úgy szokott kilépni, hogy egy másik párkapcsolatba lép bele, és az egyik vagy a másik, az pedig egyedül fog maradni. Tehát ez az egyik új jelenség, tehát, hogy vannak olyan problémák, és ez azt gondolom megint a jövő felé egy probléma, hogy a szülők 50, 55, 60 évesen is elválnak egymástól. A másik
dolog, és ez egy jó hír, hogy kevesebb olyan vállás van, ahol gyerekek, kisgyerekek érintettek. De, és itt jön ez az ábra, de ugye vannak azért olyanok is, vannak azok az a 10%, akik egyszülősként vállalják gyermekeiket, tehát nagyon megnő az egyszülős családok aránya, sőt, ugye az egyszülősség után mi történik, párt keresünk, mert társas lények vagyunk, és az új partner kapcsolat az nagyon sokszor új gyerekeket jelent, mostoha gyerekeket, mozaik családokat jelent, amit ugye, hogy mondjam, nem tematizálunk rendesen. Tehát persze, hát én is néhány a gyerekeimmel szoktam ilyen amerikai filmeket nézni, amikor az ember már nem bírja, hogy na, hogy két család ugye összehozzák a gyerekeket, és akkor először harcolnak, és utána mindenki szeret egymást, szereti egymást. Na most az ez a való életben, hogy ez ritkán van. Tehát ez nagyon nehéz történet, hogy különösen, hogyha fiatalabb a nő, vagy fiatalabb a férfi, akkor most ő barátom, apám, anyám. Tehát ugye azt is szoktam mondani, hogy jó esetben az embernek három apja is van, rossz esetben meg egy sincsen, vagy nem tudom, melyik a jó meg a rossz eset. Már most funkcionálisan nézzük az apákat, akik apa szerepeket ellátnak. Egyáltalán ellát-e valaki apa szerep? Ugye a gyerekek meg nagyon jól tudnak mozogni a különböző dolgok között, szerencsére, mert olyan, hogy élnének túl bizonyos problémákat, nem tehetnek ők az egészről, tehát valamilyen módon túl kell élni a gyerekeknek ezt a történetet. Ugyanakkor a szociológia azt tudja, hogy azért az egy baromi nagy előny, hogyha valaki intak párkapcsolatban nő fel egy gyerek. Tehát az úgy látszik, hogy ha azt nézzük, hogy milyen deviáns viselkedése van, ha azt, hogy a kompetencia teszteken hogy teljesít, hogyha minden egyebet kontrollálunk, azok a gyerekek teljesítenek jobban, akik intak családba, tehát tartós párkapcsolatban nőnek fel. Azokról pedig, akik néhány évig egyszülős család, utána mozaik családba élnek, sajnos nem tudunk semmit. Gyakorlatilag nem nagyon tudunk semmit, mert hogy a kutatásokban ezekkel kevésbé foglalkoznak. Azt tudjuk, hogy a gyermek és a szülői szerepek átértelmeződnek, és nagyon-nagyon nehéz meghatározni, hogy akkor most én kinek az elvárásai szerint működjek. Nyilván, hogyha egy válás volt, akkor részben azért is volt, mert a férfi és a nő értékei alapján nem értett egyet egymásra. És a gyerek akkor egyszer ehhez is kellene, egyszer meg ahhoz is kellene, hogy igazolódjon. Egy kolléga, egy pszichológussal beszélgettem, aki ilyen kapcsolati problémákat foglalkozott, és mondta, hogy ugye ők olyan problémákkal foglalkoztak, amikor az egyik szülő által az apa nem nézhette meg a gyereket, csak bizonyos időre, és akkor ők biztosítottak ehhez helyet, hogy ott ilyen kapcsolati területen. És azt látszódott, hogy a gyerek hogy alakul át azat a pár óra alatt apa gyerekévé, amíg az apánál volt, utána meg átalakult anya gyerekévé, mert ugye az embert a kontextus, tehát akivel együtt vagyok, az formálja meg. Mert hogy más elvárása volt az apának és az anyának. Részben azért is váltak el. Tehát ezek a helyzetek nem könnyen dolgozhatók fel, és sajnos a párkapcsolati instabilitásból, és azért mondhatom, hogy sajnos, mert tényleg a gyerekek ezekről nem tehetnek. Azt is mondhatnám, hogy addig, amíg nincs gyerek, addig tényleg két ember ügye, hogy most ők el tudják-e képzelni egymásra, vagy nem tudják. De amikor már ott van a gyerek, akkor ő már nem tehet róla, és azért ilyen értelemben ő egy elszenvedője, vagy szerencsés előnybe részesítetje a párkapcsolati helyzetnek. Az utolsó tehát itt az látszik, hogy a gyerekeknek a kétharmada durván, egy picit mások a számok, de azt lehet mondani, ők intak családban nőnek fel, és a többi gyerek életének egyik vagy másik időszakába megtapasztalja az egyszülős család, illetve a mozaik családnak a mi voltát is. Ezekről tényleg nagyon keveset tudunk. Az utolsó szlájdon mondtam, nagyon-nagyon picit az idősekről. Ugye az idősödés megint egy olyan probléma, ami nagyon gyakran, a társadalom tud róla, növekszik az idősek aránya, ugyanakkor az intézményrendszer, a kormányzat ezt a család feladatának tekinti, hogy
találja ki, hogy mi lesz az idősekkel. Nagyon kevés történik ezen a területen, hogy hogyan lehetne az időseket bentartani a társadalomba. Természetesen vannak erre programok, de nagyon-nagyon kevés olyan megoldás van. Gondoljunk bele, több százezerre tehető a demenciás időseknek az aránya, és hogyha végignézünk az interneten meg egy-egy helyen, alig-alig találunk olyan intézményeket, amelyek ezzel professzionális módon foglalkoznak, illetve nagyon-nagyon kevés intézményt találunk. Az idősödéssel kapcsolatban a jövőt illetően, és be fogom fejezni, kettő dolgot állítom, hogy növekedni fog az időseknek az aránya, ez a nagyobb tehernek gondoljuk. Másrészt van egy jó hírem is, hogy azok, akik 20 év múlva lesznek 65 évesek, azok jobb állapotban lesznek, mint akik 10 évvel ezelőtt voltak 65 évesek. Tehát ilyen értelemben, és ezt nem csak mondom, hanem erre vizsgálatok is vannak, hogy valójában az öregedés nem olyan erőteljes, mint amennyire képzeljük, azért, mert az öregedési problémák nagyon erőteljesen kapcsolódnak a kognitív funkciókhoz, meg egyéb funkciókhoz is, és amennyiben jó karban tartjuk magunkat, akkor nem csak magunknak, legfőképpen magunknak és a családunknak, de a társadalomnak is segítünk. Nem foglalnám össze, hanem csak befejezném, és akiket érdekel, az még ugye ugyanezen a területen letölthető az intézetnek a demográfiai portréja. Minden egyes területről ilyen szép ábrákat, vagy ilyen elriasztó ábrákat tud találni az intézet honlapja. Köszönöm szépen a